Bethlen Gábor a nagy fejedelem. Felmerül a kérdés, hogy vajon ez a nagy fejedelem titulus, ez valóban illeti-e Bethlen Gábort, hiszen Erdélyben 1570-től, amikor János Zsigmond az első fejedelem trónra lépett, egészen a nagyságos fejedelemig, második Rákóczi Ferencig, 18 fejedelem ült az erdélyi trónon, Gyulafehérvárot. Az első fejedelem, akit említettem, ő unitárius volt, és csak egy évig uralkodott, hiszen 1571-ben meghalt, még elég fiatalon. Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, aki hivatalosan erdélyi fejedelme volt, hát ő pedig ugye nem is tartózkodott gyakorlatilag Erdélyben, hiszen akkor zajlott a szabadságharc. Utána pedig a Habsburgok vették kezelésbe Erdély földjét. A 18 fejedelem közül igenis az egyik legnagyobb, legtiszteletreméltóbb, és aki Erdélyt felvirágoztatta, hát vitás körülmények között, majd erről szó lesz, az Bethlen Gábor volt. Tehát Bethlen Gábor, ez a nagy fejedelem, azért voltak Erdélynek mellette, előtte, utána is olyan fejedelmei, akik bizony igencsak kiérdemelnék a pozitív jelzőket. Hát csak gondoljunk Bátor Istvánra, akiről egy másik adásban volt szó, vagy gondoljunk Rákóczi Györgyre, akiről majd lesz szó, de Bethlen Gábor mindenképpen az egyik legnagyobb. Előtte azért elevenítsük föl nagyon röviden, hogy kik is voltak az elődei. Rákóczi Zsigmond, a Rákóczi család megalapítója, volt már egy Zsigmond korábban is, aki a Rákócziaknak nevet adott, de aki a Rákóczi vagyont, a Rákócziaknak a tiszteletét és nagyságát megalapozta, az a Rákóczi Zsigmond volt, aki Szerencsvárát építette, és ott is van eltemetve. Ez a Rákóczi Zsigmond volt, aztán a későbbi nagy Rákóciak őse. Rákóczi Zsigmondról csak annyit, hogy azért uralkodott ilyen kevés ideig, mert már 60 éves volt, amikor egyszerűen a hadvezéri képességei, a nyugodtsága, a tisztelet úgy adódott, hogy Bocskai után, mert Bocskai is hirtelen halt meg ugye 1606-ban, ő került a fejedelmi trónba. Na de jött egy Báthori Gábor, aki mintegy kitúrta őt a fejedelmi székből, tehát nem halállal szűnt meg a fejedelemsége, és fél év múlva, mert ez nyáron történt a fejedelemváltás, 1608. decemberében Rákóczi Zsigmond meghalt. No, Báthori Gábor, pontosan most érdekes róla beszélni, amikor a Tündérkert című 8 részes sorozat megy a Duna TV-n, érdemes megnézni, hiszen ez pont ezt a kort, ezt a nagyon kaotikus Erdély egyik mélypontját dolgozza föl, de ebben már, ebben a filmsorozatban föltűnik Bethlen Gábor is, sőt a másik főszereplő Báthori Gábor mellett ő lesz. Báthori Gábor 1608-tól 1613-ig 5 éven keresztül egy olyan káoszt, egy olyan állapotok a sorát teremtette meg Erdélyben, hogy mondom a végét sorsának, hogy érezzük, saját hajdúi gyilkolták meg 1613. októberében, és ez egy borzalmas élet volt. Pedig bíztak benne, mindenki mellette állt. Támogatta a Habsburg udvar, támogatták az erdélyiak, a felvidékiek, a hajdúk, és még a török is beleegyezett, hogy Báthori Gábor trónra kerüljön, már annál is inkább, mert egy ilyen nagy családnak, egy nagy hírű családnak volt a sarja. Az unoka bátyja volt, pontosabban a elődje, az a Bátor István, aki aztán lengyel király is lett. Tehát egy jó nevű család, nagy vagyonnal, óriási birtokokkal, támogatottsággal. Ezt azonban pillanatok alatt szétverte, mert először is
a bátoriak azok katolikusok voltak mindig is. Ugye az egyetlen katolikus fejedelem, bár ez sem igaz, mert Rákóczi is katolikus volt, mégpedig hithű, Bátor István volt, aki lengyel király is lehetett. Ez a Bátori Gábor is katolikusnak született, de vallást váltott, mert erdélyi fejedelmi trónra csak reformátusok, protestánsok kerülhettek. Hát ez ugye egy törvényszerűség volt. Legalábbis az Erdély történetének egy jelentős részében. Vallást váltott, jó barátait megtámadta, birtokaikat elszedte, felégette a falvakat, szembe került mindenkivel, olyannyira, hogy mindig Bethlen támogatta, tehát ő volt az egyik hadvezére, ez a Bethlen Gábor, az ő Bethlen a bölcs, nyugodt, megfontolt stílusával, magatartásával, kitartott végig Bátori Gábor mellett, mindaddig, amíg lehetett. De amikor már nem lehetett tovább tartani, akkor bizony ő is ellene fordult. Bátori Gábor meg akarta gyilkoltatni Bethlen Gábort, amikor rájött, hogy ő a háta mögött azért a törökkel is összeszűri a levet, és alig tudott megmenekülni Bethlen Gábor Temesvár várába, hogy ne érjék utol bátori emberei. No, hát ennyit az előzményekről el kellett mondani, és tulajdonképpen ezek után, egy ilyen mélypontról, hogy Erdélyt aztán a jólét és a tündérkert színvonalára hozta föl Bethlen Gábor, az mindenképpen javára írandó. Itt született Bethlen Gábor ebben a marosíjei kastélyban. Ez a kastély, amit ott látunk, ha valaki a Maros mentén halad Erdély belseje felé, ez csak egy része, az egyik sarokbástyájának a várnak, annak a Bethlen tulajdonnak, ami létezett. De hát ez a kis sarokbástya jelzi, hogy itt, ezen a helyen született Bethlen Gábor, és ez a szülőhely, ez nagy tiszteletnek örvend, itt az utódok koszorúznak, megemlékeznek a nagy fejedelemre. Igen ám, csak a atya, Bethlen Farkas, aki szerezte ezt a marosíjei uradalmat, mert őket iktári Bethleneknek nevezik, ezt még az egyik ősük szerezte, egy kis falu Temes megyében Iktár, egyik hadi cselekménye következtében kapta azt a falucskát, jelentéktelen kis nemesi birtok volt. Majd ez az iktári Bethlen Farkas, az édesapa, akinek felesége Lázár Druzsina volt, a Lázár család sarja, ők Erdélyben ismertebb család volt. Itt Marosíjén volt a családi fészek, amit úgy kapott meg Bethlen Farkas, hogy még Bátori Zsigmonddal, egy előző fejedelemmel a Kerelőszentpáli csatában részt vett, ahol győztek, és a győzelemért, ez így volt szokás egész középkorban, meg az újkorban is, hogyha egy győztes csatában mellette a fejedelem, király, vagy az uralkodó mellett kiállt egy vitéze, és győzelmet szereztek, akkor kapott egy uradalmat. Na így jutottak a Bethlennek a marosíjei kastélyhoz is. Igen ám, csak az atya nagyon korán meghalt, ott maradt a Lázár Druzsina a két kisgyermekkel, Bethlen Gáborral és öccsével, a két évvel fiatalabb Istvánnal, Bethlen Istvánnal. És ráadásul Zsigmond, Bátori Zsigmond fejedelem, aki akkor még fejedelem volt, visszavette a marosíjei uradalmat, tehát nem volt hova menniük. Ezért Lázár Druzsina a két gyermekkel elmegy majd bátyjához, testvéréhez, a Gyergyóba, Lázár Andráshoz, akiről mindjárt majd még beszélünk. A Bethlen címer ekkortájt alakul ki, és ez a Bethlen Gábor, ezt kevesebben tudják, hogy nincs úgy benne a tudatba, ez nem csak fejedelem volt 1613-tól 1629-ig, hanem Magyarország királya is. Igaz, ez csak egy névleges volt, de hivatalosan, de jure, Magyarország királya volt 1620 és 21 között.
Elmennek tehát a gyermekek az anyjukkal Szárhegyre, amit ma a Magyarországról, Székelyföldre látogató turisták, erdélyszerelmesei felkeresnek. Ez a Gyergyó-Szárhegyi, így szokták mondani, Lázár kastély vagy Betlen kastély. Itt nevelkedett a két gyermek. Sajnos az anya is meghalt idő előtt, tehát Lázár Druzsina, és a báty, Lázár Druzsina bátyja nevelte a két fiút, és ez a nevelés az abból állt, hogy inkább a katonai pálya felé orientál. Mint ahogy minden gyermek, tehát bármelyik fejedelmet tekintjük, Bocskait, a Bátoriakat, Betlent vagy a Rákócziakat, mind-mind ezek a fejedelemfik úgy kezdték a pályafutásukat, hogy 10 éves korukba valamelyik udvarba, vagy egy nemes úrhoz, vagy Bécsbe, de hadaprón iskolába kerültek, és megtanulták a harci mesterséget, voltak a műveltséget is, és mindenképpen a politika színterére léptek, meg a haditechnika színterére léptek. Tehát Gyergyószárhegyen éltek a gyermekek, amíg 13 éves lett Betlen Gábor, és akkor egy 13 éves fiatalember, mert ugye akkor az élés másként zajlott, mint manapság, képes volt elmenni Bátori Zsigmondhoz, akkori fejedelemhez, és visszakérte a marosi ijei uradalmat, és vissza is kapta. Tehát ismét a betleneké lett a marosi ijei uradalom, és öccsével megosztozott rajta, tehát ismét az ő tulajdonukba került. A Gyergyószárhegyi Lázár család címerét, meg a Betlen család címerét látjuk itt. Hát itt aztán egy nagyon bonyolult korszakba lépünk, amikor Rudolf császár, aki egyébként az akkori királyi Magyarország, ugye a felvidéket jelenti, a Magyarországnak a Bécshez kötődő részét. Ez a Rudolf császár, ez még a székhelyét is áttette Bécsből Prágába, szinte elmenekült a feladatok elől. Ő volt az a magyar király és birodalmi császár, aki bezárkózott a Hradzsinba, az órákkal foglalkozott, meg a csillagászattal, és egyszerűen az ország ügyeivel kevésbé. De hát, ha dönteni kellett, akkor mégiscsak hozzá járultak a alattvalók. Így például Betlen is fejedelme kíséretében megjárta Prágát, és Rudolf császárral tárgyaltak. Tehát Betlen megtanulta, hogy hogyan kell bánni a császári udvarral, az erdélyi népekkel, és hát jó barátságban volt, a barátság szóta nem jobb, hanem kapcsolatai voltak a törökökkel. Na most ez az az időszak, a 16. század vége, amikor Erdély a mélypontra került. Tehát már ugye ezt mondtuk Bátori Gábor idején is, ami hát kicsit majd később lesz, de ez aztán tényleg a mélypont volt, hiszen még az iskolás könyvekben is ismerős az a név, hogy Basta szekere. Ez a Basta generális, ez a császár küldötte ott, hogy tegyen rendet, és mint kassai főkapitány megjelent ugye Erdély földjén. Vérengzések voltak, szövetségkötések, egymás ellen fordultak. Egy Vitéz Mihály nevét azért megemlítem. Vitéz Mihály volt az a vajda majd fejedelem, aki hát a Kárpátokon túli érdekeket képviselte, és Basta generális meggyilkoltatta őt is. Itt ezen a romantikus képen, ahol egyébként ott a román zászló színeit látjuk, ezt a jelenetet ábrázolja a 19. századi festő. Tehát ez egy kaotikus korszak volt, és ebben a korban már még mint gyermek, ifjú ember, már Betlen Gábor is részt vett. Tehát ismerte ezeket a szereplőket, látta, hogy kell egy csatában részt venni, megjárta Prágát, megjárta Törökföldet, és mindenféleképpen. És egy nagyon nyugodt, higgadt ember volt, tehát ez nagyon fontos róla tudni. Aztán ebben a kaotikus helyzetben, amikor tulajdonképpen nem volt
Erdélynek igaz fejedelme, ilyen basta generálisok uralkodtak Erdély földjén, akik csak tönkretették a még meglévő javakat is. Egy székely udvarhelyi, székely nemes megszervezte a székelyek seregét, és Székely Mózes néven ő került egy rövid ideig a Erdély trónjára. De a Székely Mózest is aztán egy román vajda Radu meggyilkoltatja, és róla tudjuk azt a gyalázatos dolgot, hogy fejét kalóra tűzték, és Brassó főterén napokig ott állt Székely Mózes levágott feje, jelezve, hogy így jár az a székely magyar, aki szembe mer fordulni a Kárpátokon túli népekkel. Hát itt a románok elődeiről van szó természetesen. Temesvár ott is volt egy Temesvár ostroma, az is vereséggel zárult az erdélyi fejedelem részére, tehát a lényeg az, hogy ez egy mélypont volt Erdély történetében. Aztán jött Bocskai, aki rendet tett, sőt az egyetlen szabadságharcos vezér volt, aki győzelmet aratott a Habsburgok fölött, és az 1606-os bécsi békét ő diktálta, és így ennek eredményeként telepedhettek le a hajdúk, ugye a mai Hajdú megyébe, mai napig is dicsérik és tisztelik Bocskai nevét, majd Erdély fejedelme lett, aztán hirtelen ugye elhalálozott Kassán, aminek aztán súlyos következményei lettek. Az utód az a Rákóczi Zsigmond lett, akit már az imént bemutattam, ez a Szerencsi várban látható szobra Rákóczi Zsigmondnak, és ő az, aki 1607-ben trónra kerül, és ő az, akit aztán Báthori Gábor, mint már szintén korábban tettem rá említést, kitúrt a fejedelmi trónról, és Báthori Gábor lesz Erdély fejedelme. Majd aztán őt váltja Bethlen Gábor. Hogy milyen korban élünk, azt mutatják a minket, magyarokat érdeklő és érintő hatalmasságok. Ekkor az Oszmán Birodalom élén első Ahmed szultán állt, a Habsburgok élén a császári trónon is magyar királyként második Mátyás, akivel pedig tárgyalni lehetett, felső Magyarország ura, a nádor, az pedig Turzó György volt. Tehát ezek voltak a kor főszereplői és Bethlen Gábor kortársai. Bethlen annyira tudta kezelni még az össze-vissza csapongó Báthori Gábort is, meg a bátoriaknak is a támogatását aztán megszerezte, hogy amikor majd Bethlen került trónra 1613-ban, egyébként ő nem tülekedett a trónért, tehát nem volt erőszakos, mint sok elődje, de hát nem volt más, akit megválasztanak, mert olyan volt a helyzet, hogy az egyetlen megbízható hadvezér, gazdaságpolitikus és politikus és tapasztalt ember Bécstől Isztambulig, az Bethlen Gábor volt, és így választják meg fejedelemnek, és ez a kép úgy kerül ide, hogy még a bátoriak egyik központi fészkében, Nyírbátorban is, a bátoriak templom mellett ott van Bethlen Gábor szobra, tehát nem véletlenül. Tehát még ők is elismerték aztán Bethlen Gábor szerepét. Itt van megint egy érdekes és tanúságos eset. Bethlen Gábor esküdt ellensége volt a Habsburgoknak, mert azt látta, azon gondolkodott, elmélkedett az 1610-es években, hogy melyik a nagyobb veszély, a Habsburgok vagy a törökök. Nagyon jól tudta, tisztában volt vele, hogy a vallás, a hatalmi törekvések, azok mit jelentenek Erdély számára, és arra jutott, hogy ebben a helyzetben, amikor Bethlen ugye 1613-ban trónra kerül, akkor a nagyobb veszély bizony a Habsburgok voltak. Mégpedig azért, mert a Habsburgok, ők uralkodni akartak, és elvenni a magyaroktól mindent, mint ahogy a felső Magyarország példány mutatta is, és nem akarta Bethlen, hogy Erdély is erre a sorsra jusson. A török mit akart? A török is nyomult, hiszen már akkor Mohács után vagyunk, ugye már 100 évvel lassan, meg Buda elfoglalása után.
De a törökkel lehetett tárgyalni, és volt úgy, meg lesz is számos esetben, hogy bizony a magyarokkal, vagy Erdély uraival összefognak, sőt, a földrajzi helyzetből adódóan a török engedélye, támogatása nélkül nem is kerülhetett volna igazán erdélyi fejedelem, nem csak Bethlen, hanem sem előtte, sem utána a trónra. No, Bethlen Gábor is így volt, megegyezett a portával, igen, ám csak volt egy kérése a törököknek, hogy adja át nekik Lippa várát. Na most Lippa az egy nagyon fontos kulcs, fontosságú erődrendszer volt meg város, és még volt egy probléma, és ezt aztán Bethlen Gábornak a rovására írták, meg írják még a mai történészek és kutatók is, hogy Lippa várába magyar katonaság volt bent. Tehát, ha úgy tetszik, Bethlen emberei, meg a császár, meg a király emberei, tehát Habsburgok. És Bethlen ment, hogy Lippát átadja a töröknek, de a bent lévő várvédők nem engedelmeskedtek neki, tehát nem adták át a várat. Úgyhogy Bethlennek kellett a várat a saját magyarjaival megostromolni, hogy elfoglalja a várvédő magyaroktól Lippát, és átadja a töröknek. Na hát ezért aztán ragasztották rá a Mohamedán Gábor nevet majd a későbbiekben, ami hát arra utal, hogy hát ő a török mellett ennyire volt. Na de mi történt, ha megnézzük a hátterét a dolognak? Átadott egy várat, egyébként Jenővárat is kérte a török, de ezt már nem adta, tehát megállapodott, hogy csak Lippa. Átadott egy várat, de megmentette egy országot, tehát megmentette Erdélyt, és Erdélybe így, ezzel a háttérrel, ezzel a viszonylag nyugodt háttérrel tudott uralkodni. Arról nem is beszélve, hogy ez a korszak, ugye vége volt már a 15 éves háborúnak 1606-ban, azt még ugye a zsitva-toroki békével, még Bocskai közvetítésével kötötte meg a török és a Habsburg, de a háborús időszak nem ért véget, főleg egy Báthori Gáborral nem, aki állandó feszültséget okozott Erdélybe. Még azt nem tudhatta Bethlen, de néhány év múlva kirobbant a 30 éves háború, Európa egyik legvéresebb háborúja, majd erről még külön szólunk. Egyébként Bethlen az urát, Bocskait már annak idején elkísérte a osztrákok, meg a németek, meg a Habsburg-elleni harcokba, amikor ostromolták ugye az osztrák területeket. Tehát abban az időben Bethlen már megjárta a Bécs, Kassa, Erdély utat többször is. Ezek a képek mutatják Bethlen Gábor, hogy nézett ki az egykorú metszeten, tehát a leghitelesebb képe, és a pecsét meg a pénzek pedig arra utalnak, hogy Bethlen egy olyan önálló politikát folytatott, ami nem mindenkinek adatott meg, hogy saját pénzt verethetett, mert hogyha valaki saját pénzt verhet az országában, akkor azt jelenti, hogy gazdasági háttere van ennek. A másik, amit Bethlen elért, hogy megnyerte magának a hajdúkat is, az egyik hajdúkapitányt láthatjuk itt a képen, illetve második Ferdinánd magyar királlyal, Habsburg császárral is igyekezett békességre jutni. Persze Bécsben orroltak rá, hiszen a törökkel is ugye szövetséget kötött, tehát ezt nem tudták se, hogy neki megbocsátani. 1618-ban járunk, a képen egy óriási történelmi jelentőségű kép, jelenet van, nevezetesen a prágai várban, a Hradzsinban a cseh urak közülük, akik Bécshez húztak, ott is ugye volt egy ilyen szakadás, hiszen ez mindig minden országban azért megvolt, még a cseheknél is, akik pedig aztán igazán mindig Bécshez tartoztak. Három cseh urat kidobtak az ablakon. Ez úgy látszik a cseheknél szokás volt, mert ez megtörtént már Husz János idején is, ez a defenesztáció, ahogy nevezték, az ablakon kidobás. Na most ebből viszont politikai ellentét robban ki Bécs és Prága között, és tulajdonképpen ez a
1618-as jelenet, ez egy 30 évig tartó háborúnak a kezdete volt. Ez volt a 30 éves háború, amit majd 1648-ban a Veszfáliai béke fog lezárni. Hát addig aztán annyi vér elfolyt Európa hadszínterein, különösen a német területeken, hogy, és ez azért fontos ezt kihangsúlyozni, hogy ezt nevezi a történetírás az első világháborúnak tulajdonképpen, vagy ez a 30 éves háború. Közel 10 millió ember halt meg ezekben a harcokban. 10 millió. Ez alatt pedig Bethlen alatt Erdélybe béke volt és nyugalom, meg építkezés. Tehát akkor most megint fel lehet a kérdést tenni, hogy jól döntötte, amikor elfogadta ezt a Lippa átadását, és Erdélyben a legcsúcson volt Erdély. A gyulafehérvári udvar az egy reneszánsz központ lett, és a többi város is. Európa hadszínterein pedig folyt a vér vég nélkül. Tehát elkezdődött a 30 éves háború ezzel a defenesztációval. Ez a korszak, amikor Bethlen Gábor uralkodott és élt, három császár is szolgálta az osztrák Habsburg birodalmat a 30 éves háború alatt, ez a második Mátyás, második Ferdinánd, és majd őt követi harmadik Ferdinánd, akinek idején megköttetik a Veszfáliai béke, azaz lezárják ezt a 30 éves háborút. Így jegyzem meg, mert más előadásokban is fölmerült, hogy a Buda és Pozsony után a harmadik koronázó város a magyar történelemben a Sopron lett. Igaz, hogy Sopronban csak két királynét koronáztak meg, de ez sem igaz, hogy csak két királynét a Kecske templomban, harmadik Ferdinándot is ott koronázták meg, tehát harmadik Ferdinánddal Sopron is a koronázó városok sorába került, és a mai soproniak is ezt gyakran emlegetik, hogy nem csak a tűztoronyról, meg az egyéb dolgokról, mint koronázó városról is híres Sopron. Tehát ez a korszak az, amikor Erdély, a felvidék és a török hódoltság képét látjuk itt, ugyanakkor a hadjáratok sora következik. Nem maradhatok ki ebből a hadjáratból Bethlen Gábor sem, hiszen, mint protestáns fejedelem, kutya kötelessége volt részt venni a protestáns hatalmak oldalán a katolikus Habsburgok elleni harcban. Így is történt, az 1619-21-es hadjáratban Bethlen Gábor egészen Bécsig eljut, és már tulajdonképpen elfoglalta Pozsonyt, és így ekkor került a kezébe a pozsonyi várban a Szent Korona, aminek egy külön érdekesség és jelentősége lesz, mert ezt a pozsonyi várban őrizték, ha éppen nem volt valami kalandos útján, és már Bécs körbezárásán szorgoskodtak a protestáns hatalmak, amikor támadták őt, támadta a bethleni sereget, magyar sereget, Homonnai Drugeth György, ez egy felvidéki nagyúr volt, és Bécs hű embere, Lengyelországból rátámadta magyarokra, így a Bécset felmentette tulajdonképpen. Bethlen Gábor a főkapitányát, Rákóczi Györgyöt küldte a Homonnai Drugeth György ellen, de vereséget szenvedett. Ezért Bethlen majd le is váltja ezt a Rákóczi Györgyöt, aki az utána következő nagy fejedelme lesz, és folytatja majd az ő működését, és ugyanakkor nem gyilkoltatja meg, nem távolítja el, hanem tanácsadói között maradt továbbra is Rákóczi György, csak a főkapitányi tisztségről mondották le. Na most visszatérve a Szent Koronára, tehát ezt megszerzi Bethlen Gábor, ő nagyon jól tudta református létére. Na, de hát emlékezzünk vissza, hogy Bocska is a Szent Koronáról mondta, hogy amíg az ország nincs egybe, és nem a Szent Korona uralkodik fölötte, addig nincs egység, és nincs béke, és nincs hatalom Magyarország kezébe. Ezt jól tudta, Bocskai testamentumában ezt megfogalmazta, ezt jól tudta Bethlen Gábor is, és egyébként az ő korában alakult, vagy
festették meg ezt a képet, ami az akkori koronaországok és tartományok címereit tartalmazza a Szent Korona mellett. Ha már a koronánál tartunk, akkor itt jegyzem meg, hogy Betlent, azt hiszem Beszterczebányán ott lévő urak megkoronázták, tehát hivatalosan magyar király lett egy évig, aztán visszaadta a koronát a szerinte is inkább, akit ez megillet, a Bécsben trónuló magyar királynak, Ferdinándnak. Na addig is, tehát Magyarország királya is tett, és amikor ez is egy érdekesség, és jelzi, hogy mennyire tisztelte ő is a Szent Koronát, még a pozsonyi Szent Korona tartó kamrában, ahol a Szent Koronát őrizték, még annak az ajtaját is magával hordozta mindenhova, mint egy jelképesen, hogy a Szent Koronát védő ajtó is vele van a hadjáratai során. És amikor aztán visszaadta a Szent Koronát, akkor látszott, hogy nem sérült meg a korona, meg sem a koronálási jelvények, hanem az mind háborítatlanul benne volt a ládába, amiben annak idején ő azt magával vitte. Itt van egyébként a Bethlen Gábor királyi zászla 1620-ból, tehát készült egy ilyen, és mint egy jelképezve, hogy ő a király. Ez pedig a dicsőségének, hadjáratainak csúcsán készült ez a metszet Bethlen Gáborról, a hadvezérről. Volt itt egy nagyon tanúságos és érdekes esemény, mégpedig, hogy miért szerepel itt Érsekújvár képe. A Habsburgok és a törökök közötti háborúskodás sem múlt el természetesen, mint ahogy nem is fog egészen a karlócai békéig. Minden esetre Bethlen Gábor három várat tartott kezébe, és ezek közül az egyiket, Érsekújvárt, a másik kettő az aztán visszakerült a bécsi Habsburg kezébe, Érsekújvárt azt megtartotta, és mégpedig katonái egy 3000 fős védősereg élén. Azért fontos Érsekújvár, mert Érsekújvár az a magyar királyság, vagy a királyi Magyarország kulcsa volt, és ez az a vár, amit majd 4 évtizeddel később, amikor a Szentgotthárdi csatát Zrínyék meg a Montecuccoli megnyerik, a törököt teljesen tönkreverik, akkor Érsekújvárt ott hagyták a török kezén érdekes módon. Hát ebből lesz aztán az a bizonyos sértődöttség Zrínyi Miklósnak, aki aztán később ugye, hát ezért jön a Vatkan, mert hogy mert a bécsi udvar ellen. Hogy miért mondom ezt így? Bécsnek mindig is célja volt, hogy a rátermett, tehetséges magyar uralkodókat sakban tartsák. Kivel tartották sakban? Hát a törökkel. Tehát itt is ez látszódik, hogy a török meg a Habsburgok között volt egy háttérmegállapodás. Milyen ismerős az a mai politikai életből is, ugye? És hát Bethlen Gábort is bizony így próbálták kijátszani, majd később az Zrínyieket. A 1622-ben meghalt a felesége, még nem szóltam róla, Károly és Zsuzsannáról, tehát a Károlyi birtokokkal a fél Erdélyt, meg a Partiumot ugye a Károlyiak uralták, óriási birtokok kerültek Bethlen család kezébe, és felesége nem lévén Habsburg Cecíliát akarta feleségül venni, követei el is mentek Bécsbe, hogy Cecíliát megkérjék, kikosarazták, tehát Ferdinánd császár, magyar király nem adta Bethlenhez a Habsburg leányzót, így belépett Bethlen a Westminsteri szövetségbe, ami a európai protestáns hatalmaknak volt a, és a Westminster után érezhető, még az angolok is benne voltak ebben a szövetségben, meg a hollandok, svédek, brandenburgiak, tehát a protestáns hatalmak, észak-német államok, és végül Brandenburgi Katalint, a brandenburgi választófejére, ugye Brandenburg honnan ismerős, hát az a Berlin és környék, a brandenburgi kapu, ha más nem jut eszünkbe, akkor az ennek a tartománynak a központja volt, és ezt a Brandenburgi Katalint veszi aztán feleségül Bethlen Gábor, aki később, és az Erdélynek megint egy
mélyrepülését jelenti majd, amikor Bethlen Gábor meghal, akkor ez a Brandenburg Katalin lép a helyébe, de akkor ott aztán minden volt, csak éppen országvezetés nem. No, a lényeg az, hogy Bethlen Gábor sajnos 1629-ben meghalt. Egyébként jellemző a mai Erdély, azaz Románia területére, hogy Bethlen Gábornak több szobra is készült. Az ottani magyarok nagyon ragaszkodnak Bethlen Gábor emlékéhez, szobrokat állítanak, és meggyalázzák, ledöntik, nem engedik, évekig tart a húzavon, amíg egy szobor elkészülhet, de ez fontos dolog, ugye, hogy Bethlen Gáborra, mint a nagy fejedelemre emlékezzenek. A haditettek a politika mellett a Bethlen Gábor a művészeteket is az udvarába tudta megvalósítani. Ez a két festmény is arról árulkodik, hogy a tudósai körében hogyan tudott olyan eszméket mind befogadni, mind terjeszteni, hogy Gyulafehérvár valóban a központja lesz a műveltségnek is, és országhatárakon túli hatása is volt ennek. Itt van például ez a mellszobor a Szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban, ott is, amint főiskola alapító, jelenik meg Bethlen Gábor mellszobra. Tehát Bethlen Gábor a tudományokat is nem csak úgy terjesztette, hogy a tudósok körében ült, hanem Erdély fiatalokat kiküldött Európa különböző egyetemeire, akik visszajöttek, és azt a tudást, amit magukba szívtak, azt Erdélyben terjesztették, és ugyanígy történt az iparosokkal, iparosokat hívott be, építkeztek, és a legkülönfélébb városok, házai, iparos bányákat nyitott, sószállítás, tehát voltak olyan dolgok Erdélyben, főleg a só, ugye, ami egy a fehér arany, ahogy nevezték a középkorban, az újkorban, az a bethleni fejedelmi monopóliumba került, tehát nem engedte, hogy bárki bármikor a sóbányákat kiaknázza, hanem az egy fejedelmi monopólium volt. Ha elmegyünk Erdélybe, és elmegyünk Nagyenyedre, akkor láthatjuk ott a nagyenyedi kollégiumot. Ez a központi régi épület, az egyemeletes. Ennek a falán látható ez a szobor. Egyébként magát a kollégiumot, az Gyulafehérvárot alapították Bethlen még 1622-ben, de ahogy teltek az évek, évtizedek, Gyulafehérvár ugye osztrák kézre került, és ekkor került át a kollégium Nagyenyedre, ahol a mai napig is Bethlen kollégium néven, és ilyen szépen most éppen felújítva működik ez a kollégium. A mai erdélyi magyar fiatalok egyik központi képzőhelye a Bethlen kollégium. A udvaron van egy új Bethlen szobor is, tehát ezzel is tisztelegnek a nagy fejedelem előtt. És akkor itt látható néhány szobor Erdélyből, ami azért érdekes, mert a különböző területein, mind a Székelyföldnek, sőt a Parciumnak is, Bethlen Gábornak szobrot avattak. Hát különösen ez a nagyváradi szobor, ez évtizedekig szenvedett, amíg felállítottak, mert olyan sokáig nem lehetett ezt a szobrot elkészíteni, illetve ez készen volt, csak nem tudták felállítani a román hatóságok miatt. A Székely udvarhelyi emlékezésparkjában a nagy székelyek között ott van Bethlen Gábor, és a Gyergyó Szent Miklóson is a református templom kertjében. 1629-ben, amikor meghalt, akkor természetesen őt is a gyulafehérvári székesegyházban helyezték örök nyugalomra, és Bocskai, aztán Fráter György mellett ott van Bethlen Gábor sírja is, amit itt láthatunk a képen. A nagy fejedelmeknek, a nagy királyoknak mindig készült Mátyástól kezdve Széchenyigen allegórikus képe, hát ez Bethlen Gábort is megillette, és itt látható Bethlen gábori allegória. A
mai tisztelgés a nagy fejedelem előtt, például a pénzen is rajta van az arckép, a 2000 forintoson, aztán megalakult 90, még 86-ban azt hiszem a Bethlen Gábor alap, ami az arra érdemesülteknek pénzt ad, és a másik pedig a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, ahol Bethlen Gábor, nem csak Bethlen Gábor, hanem a magyarság történelmét, irodalmát, kultúráját kutatják, és még hát annyit el kell mondani a haláláról, hogy Brandenburgi Katalin kerül hatalomba, de abszolút alkalmatlan volt az uralkodásra. Jelentkezett a trónra Bethlen Gábor öccse, Bethlen István is, aki nem tudta elfoglalni a trónt, mert akkor már ilyen trónviszályos állapot volt, és akkor hazahívták birtokáról Erdélybe, mert a Sárospataki birtokain tartózkodott Rákóczi György, aki leginkább alkalmasnak láttak arra, hogy Bethlen utódja legyen. Úgy is volt, 1630-ban elfoglalta a trónt, és hát itt is a töröktől kértek, mint egy tanácsot, meg engedélyt. A török dörzsölt volt, két atamét is küldtek Gyulafehérvárra, hogy lehet fejedelem Rákóczi György is, de lehet Bethlen István is az öccse. Erre azért a dörzsölt Brandenburgi Katalin, aki készhez kapta ezt a két kinevezést, ő nem volt benne a kinevezettek listáján, csak a Rákóczi Györgyét olvasta föl, mint hogyha Bethlen István, akit nagyon utált, ez a sógora volt, ugye, így tett Rákóczi György Erdély fejedelme, ami nagyon nagy szerencse, mert ő tovább folytatta azt a jó politikát, azt a Erdély aranykorának nevezhető politikát, amit Bethlen Gábor letett az asztalra. Hát erről majd egy későbbi adásban fogunk beszélni.